Üdvözlök mindenkit, Nekrokrim vagyok, boldog karácsony srácok, és most egy ilyen nagy virtuális ölelést kaptok, mert ti vagytok az én kis családom, az én kis közösségem, akik már néhány ótok tényleg az eleje óta itt van, tehát az eleje, frangol az eleje óta itt van velem, és, és nagyon örülök, hogy újak bejönnek, és feliratkoznak, és nézik a videómat, és úgy általában nézitek a videókat, mert ez azt jelenti, hogy valamilyen úton szinten a gondolataim utat találnak hozzátok, és ezáltal egy befolyásoló erő lehetek a gondolataitokra, és azt kell hogy ez egy embernek, úgy gondolom, hogy ez egy hatalmas felelősség gyakorlatilag, és, és minden gondolatommal igyekszem valami többet, valami pozitívat adni ki magamból, és remélhetőleg az elmúlt évek uh, munkássága azért ezt tükrözi. És a mostani videóban is egy kicsit önző leszek, és valamit adok magamból. Hát igen, karácsonykor én magamra is gondolok egy kicsit, nem csak uh, a szeretteimre, és egy kicsit adok magamról, mert azt kell mondjam, az idei évem frankon fantasztikus volt, és tök jó dolgokat értem el. Tehát így nagyon örülök, hogy az, ami az idei évben megtörtént velem, az, az, az tényleg az, sikerült összejönni, és ez mind a, az elmúlt évek, főleg aki itt van velem és ismeri a gamer sziológia videóimat, amit ott közöltem azokban a videókban, vagy csak az elmúlt karácsonyi videókat, ha megnézitek, belinkelem őket a videó végén. Az elmúlt dolgok, amiket ott mondtam, amiket azokban videókban mondtam, úgy érzem, hogy az idei évre való végérvényesen beértek, és, és sikerült meglépni talán az első, vagy talán már a sokadik uh, lépést uh, afelé, hogy, hogy uh, úgy érezem, hogy önmagamhoz képes jobb vagyok, mert ugyebár, és ez egy fontos témája lesz a mai videónak is, nem másokhoz hasonlítjuk magunkat, hanem önmagunkhoz hasonlítjuk magunkat, hogy milyen voltam egy évvel ezelőtt milyen voltam, egy héttel ezelőtt, és az elért eredményeinket nem másokhoz hasonlítjuk, hanem önmagunkhoz hasonlítjuk. Mert hogyha másokhoz hasonlítjuk, akkor egy olyan csapdába esünk, hogy hát nekem van ez, hát, de neki meg nincs az. És egyszer csak elnézünk a másik irányba, neki meg úristen mennyi mindene van és egy ilyen csapdába esünk, gyakorlatilag egy folyamatos elégedetlenség csapdába, hogy elnézünk az egyik oda, neki nincs ez, az egy ilyen pillanatnyi öm, jó leső érzés lesz a lelkünkben, hogy neki nincs, nekem megvan, de amikor elnézünk a túloldalra, akkor meg azt látjuk, hogy neki mennyi mindene van, és, és öm, nekem meg nincsen, és akkor megint ránk tör a fájdalmas, rossz érzés. De hogyha csak és kizárólag onnan nézzük a dolgokat, hogy én hova értem el, egy évhez képest, egy héthez képest, egy hónaphoz képest, mindig csak magunkhoz hasonlítjuk magunkat, akkor érezzük, hogy egy szép, lassú, de emelkedő siker élmény lesz bennünk, mert hogy baszki, innen ide értem, és innen oda szeretnék menni, és ha mindig visszatekintünk, hogy hol álltunk, pár évvel ezelőtt, vagy egy évvel ezelőtt, és, és, most hol állunk, akkor eldönthetjük, hogy az az eredmény valódi, valóban jó-e, vagy nem jó. Mert hogyha nem ott állunk, ahol szeretnénk, akkor van még mit dolgoznunk. De ez, ezt a mércét nem mások határozzák meg. Még akkor is, ha nekik több van, vagy éppen kevesebbük, kevesebbük, van. Na szóval kitérve arra, hogy én idén nekem sikerült gyakorlatilag a körbe menni Európán, vagy Európa egy részén, és és ezt mind úgy csináltam, hogy ami egy egy, szívem egy nagy vágya volt, és ezzel én nem húszik körbe Európán, sok mindenki utazik manapság körbe Európán, mondjuk megvan a feelingje, amikor csak egy hátizsákod van, és úgy néz körbe Európán, és buszozol, vagy éppen eh, esik rád az eső az se tudod, merre megy hány, megy. Tehát mind annyi élményt gyűjtöttem e, e, ezen a téren, és sok. E, dolgot sikerült magamban felszabadítanom, csak az utazásnak köszönhetően, de nem az volt a lényeg, hogy, hogy konkrét utazom, hanem hogy mindig-mindig álom volt, vagy vágyom volt, hogy ezt úgy tegyem meg, hogy felhagyok mindennel. Tehát, hogy így egyszer így, így, így no lakás, no munkahely, semmit, tehát így felhagyok mindennel, fogom a hátizsákom, és, és felszállok a buszra, az első buszra, és megyek. Értitek, Amer, amerre látok. Természetesen volt egy kis terv, hogy eljutok ide, eljutok oda olyan helyekre, amiket szerettem volna megnézni egyértelmű, a céltalanul nem mehetek, de ö, meg volt benne ez is, tehát hogy a céltalanul menés, ahogy ide-oda megyek, hogy akkor megyek, amikor akarok, senki nem befolyásol abban, hogy mit szeretnék csinálni, senki nem mondja meg, hogy hova akarok menni, és hogy ezt megélhettem ez remélhetőleg csak egy első lépés volt az életemben hogy továbbra is így éljem az életemet. Természetesen ebben társam volt Necroné, és az, az, egész úgy indult, hogy egyszer hazajöttem Melóba, akkor még Londonban éltünk, hazajöttem Melóba, én ránéztem, mert én egy olyan ember voltam, aki nagyon nem szereti a változást. Szeretem magam körbevenni a kis dolgaimmal, beülni oda, és jól, érezzem, jól érzem magam kényelmesen. Nem csoda, hogy gamer lettem egy ilyen szempontból, és elszórakoztatom magam. Ezt úgy hívják, hogy introvertált személyiség, tehát én úgy a belső erőmből táplálkozom, és abból érzem jól magam. Vannak, akiknek kellenek, hogy legyenek emberek ö, körülöttük, és abból érzik jól magukat. Nos, és ö, ugye mivel, hogy én egy olyan ember vagyok, aki így inkább egy helyben ül, és egyedül van, ezért gyorsan hazamentem velóból, és így kipattant a fejemből, mi lenne, ha utaznánk Európában egy jó kört, és végre most, most eljutottunk a hogy ezt megtehetjük. És akkor gyorsan elmondtam Nekronének, Nekroné ő, 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 egyébként is olyan, hogy így, na igen, menjünk, menjünk, csináljuk, csináljuk, csináljuk. Nekronék gyorsan Elmondtam a következő nap, már ott egy Európa térkép a falunkon, és így be voltak jelölve, hogy ő hova szeretne menni. Szépen összekötöztük az utazásokat, és, és elondultunk. És aki követett Instagramon, vagy leginkább Instagramon, aki, aki, volt olyan szemfüles és megtalált, mert azért nem hírezteltem nagyra, uh, akkor -ak az láthatta, hogy időnként hova uh, jutottunk el, és uh, miket csináltunk, és minden ilyen fényképeket csináltunk. Nézzétek meg Instagram, aki szeretne, kukkolja meg, hogy merre jártunk, és, uh, és még ott sem. <laughs> és tudjátok, és az egészen a legcsodálatosabb az volt, hogy, hogy még ott sem, ott sem adhat, adtam fel azt, hogy, hogy, gamer vagyok. Mi először úgy terveztünk tényleg semmi nélkül, de aztán rájöttem, hogy, hogy ez egy az életemnek egy olyan része, amit nagyon-nagyon szívesen csinálok, és már gyakorlatilag gyerekkorom óta kapcsolódik az életemhez, és nekem nagyon tetszik ez az életstílus, hogy, hogy bekapcsoltam a gépet, játszhatok, csináltam, és akkor ugye azért vettem meg a laptopot, és ahol jártam, volt, hogy éppen Párizsból léptem föl warframe mondjuk, és itt behívtam az embereket a klába, volt, hogy Svédország volt, csináltam, hogy ezt Görögország volt, hogy Erdélyből volt, hogy Németország volt, volt hogy Bécsből, tehát mindenhol, merre jártunk, mindenhonnan egy kicsit tudtam magammal vinni azt, amit szeretek. Na és, de az egésznek most nem az a lényege, hogy ez egy nagy dicsekvés videó legyen, hogy ú, merre jártam, és te úgy nézsz, hogy, hogy megint, megint csak ugye visszatérve arra úgy nézsz, hogy na igen, mert te megtehetted, de, de mi magyarok vagyunk, és mi nem tehetjük meg, mert magyarok vagyunk és hát én magyar vagyok, és magyarként megtehettem. Meg eljuttam odáig, hogy ezt megtehessem, és nem másokhoz hasonlítottam magam, akik szintén körbejárták Európát, vagy csináltak valamit, általuk nagyszerűnek vél dolgot, hanem önmagamhoz hasonlítottam magam. Az évek alatt azért sokkal kérdeztétek, mi a munkám, hogy ilyesmikről tudok beszélni, vagy ilyeneket beszélek, és őszintén persze a munkám kapcsolódik mindezekhez, hogy ilyesmikről tudjak beszélni, de, de én is tanulom őket, értitek? Tehát nekem is ez egy tanulási folyamat, ahogy eljutok idáig, és mindezt a tanulási folyamatot osztottam meg veletek az évek alatt, valami szinten. De ha tanultam valami újat, akkor, akkor én is gyorsan elmondtam nektek is, csak azért, hogy valami egyrészt kibeszéljem magamról, másrészt végig gondolom, olyankor így leülepszik a dolog, és, és egyrészt, hogy át adhassak valami pozitívat eh, magamból gyakorlatilag, és amiről most beszélek ebben a videóban is, csak gyakorlatilag ez egy tanulási folyamat, vagy inkább egy végbeért folyamat, és eh, most decemberben azért volt szerencsém ott lenni Szabó Péternek az előadásán, aki nem ismeri Szabó Péter, talán Európa legjobb eh, s, eh, sikermentora, mondhatnánk így, egy végtelenül pozitív ember, és ez így eh, rettenetesen jól kis, sugárzik róla, hogy gyakorlatilag ő úgy él, ahogy beszél. Mondhatni így is. Lényeg, ami lényeg, hogy az ő előadásán voltam, ami fantasztikus volt, és, és az egész előadáson ott ültem mosolyogva, egyrészt a Peti miatt, másrészt önmagam miatt, mert hogy egy nagyon jó pozitív visszaigazolás volt ez, a, ez, az egész előadás, hogy igen, hogy jó úton haladok. És az az út, amit én kiválasztottam magamnak, azt az leginkább úgy tudnám jellemezni, hogy, hogy szabad akarat, mert hogy uh, csak az számít az életünkbe, amit mi szeretnénk, és, uh, és hogy valahol Petinek a szavaival élve, hogy hogyha azt az életet élem, ami én vagyok, és elfogadom azt, ahogy én vagyok, azzal szolgálom a legtöbbet a többi ember számára. Egyrészt azért, mert akkor elválik, hogy uh, hogy úgy szeretnek, ahogy vagyok, el tudnak fogadni, ahogy vagyok, és csak azok maradnak meg mellettem, akik Tényleg úgy fognak szeretni, amilyen vagyok, és, és ö, ö, annak akkor úgy lesz értelme gyakorlatilag. Mert aki nem szeret, vagy hogyha egy állarcot, vagy egy képet mutatok ö, magamról gyakorlatilag, akkor, akkor ugye olyan emberek is fognak körém gyűlni, akikről, akik azt hiszik, hogy én olyan vagyok, tehát ha másnak mutatom magam, akkor eleve. Ö, ők is másnak fogják mutatni magukat egy idő után, vagy éppenséggel lesz olyan, aki uh, ugye hisz uh, bennem, vagy vagy úgy szeret meg engem azzal a hamis képpel, amit mutatok, és, és a végén egy nagyon csalódik. Tehát ki vagyok én gyakorlatilag, hogy egy ember életét uh, szomorúsággal töltse meg, bármilyen kicsi vagy nagy legyen az, ugye, uh, de nincs jogom ez, ezért inkább önmagam vagyok. Frankon, és remélhetőleg azért fog szeretni ö, valaki. A másik dolog, ami, ami egy kulcsfontosság, ami így így megragadta, megütötte az elején, még az előadás elején, a, mert ezt így le, nehéz leírni, hogy mennyi mindent hallottál a jó pár órával, ami megütötte így a fülemet, és az pedig a kell, kell szócska, És az, ugye az emberek a fülét mindig az üti meg, ami ugye a legjobban, Zavar, és belegondoltam, hogy a mielőtt még elutaztam volna körbe Európába, hogy mennyire a kell szócska szerint éltem. Tehát pontosnak kellett lennem, be kellett mennem a munkahelyre, ezt kellett csinálnom, azt kellett csinálnom, és, és nem realizálódott bennem, hogy mennyire mérgezően hat ez a kell szócska gyakorlatilag az életemre mert ugye csodálatos a magyar nyelv, és mihez uh, társítja, társítjuk a kelszot, ha valami olyasmit csinálunk, amit nem nagyon szeretnénk, ugye, tehát uh, azt meg kell csinálni, nem, nem, jó, de amikor olyasmit csinálunk, ugye, amit, amit meg szeretnénk, csak akkor már mindjárt más szó is, ú, azt meg szeretném csinálni, ú, azt meg szeretném szerezni, ú, azt, és eleve, amikor beszélünk arról a dologról, ugye egy, uh, ráadásul másképp is beszélünk, másképp hangsúlyozott, amikor kell csinálni valamit, ó, akkor azt meg kell csinálni és de semmi kedvem hozzá. Valójában az jár a fejünkbe, ú, be kell menjek a munkahelyemre, pedig úgy aludnék még öt percet. Érted? Szóval, és, és ugye amikor ú, beszeretnék menni a munkahelyemre, akkor ott valami van, amit te is szeretnél, nem? Tehát, hogy, hogy vagy ú, szeretnék már fölkelni reggel menni a munkahelyemre, vagy nem szeretnék aludni öt percet, már hogy már kidob az áj, vagy, vagy szeretnék még aludni öt percet, és, ez és, és már, akkor meg, meg is tesszük. Értitek? Tehát valami kellemes érzet fűződik ahhoz, hogy szeretnék megtenni valamit, vagy a kell megtenni valamit. És mivel ugye én is javarészt így éltem a, az életemet, mielőtt mondjuk el, elutaztam volna Európába, most ez ilyen gyökeresen fordul. Én is egy ilyen tanuló fázisban vagyok, hogy kezdjem elengedni azt a keszoskát, és mind azt a, a yeah. ö, hogy fogalmazom, azt az egyenességet, ami, ami volt velem, hogy ezt meg kell így csinálni, azt úgy kell megcsinálni, ezt nem így kell megcsinálni. Szóval nálam nagy gondok voltak gyakorlatilag ezzel, és akkor ugye rájöttem, hogy, hogy igazából mindegy, hogy, hogy mit csinálok, vagy hogy mit teszek, akkor is egy jó ember vagyok, vagy akkor is jó vagyok, és nem számít, hogy öm, mit gondolnak mások. Mert hogy megint csak Peti szavajóval élve, vagy hát bárkinek a szavajóval élve, azt, hogy mit gondolnak mások rólam, ahol semmi közöm. Gyakorlatilag azok az ő gondolatai Nekem nem kell azokkal foglalkozni, ugye? Nem, nem kell. Tehát eleve nem is szeretnék azokkal a gondolatokkal foglalkozni, és Gyakorlatilag tényleg ahhoz semmi közöm. Nem, nem fogom magam másokhoz hasonlítani, csak az egy évvel ezelőtti önmagamhoz, vagy egy pár hónappal ezelőtti önmagamhoz, vagy a cél és a, a oda vezető út előtti önmagamhoz, hogy úgy mondjam. És nem fogok, vagy nem szeretnék, másoknak már megfelelni. Önmagamnak, ha megfelelek, akkor tudom kihozni magamból ugye a legtöbbet. És én is ezt mondom, hogy, hogy persze sokan írhatjátok, mert tudom, hogy sokan követtek engem, akinek van gyereke. És nekem nincs gyerekem például, mert ugye a gyereknél sokszor használjuk a kell, kell, kell szót, mert fel kell nevelem, enni kell adni, be kell menjek a munkáimra a gyerekem ért, és Pettinek is vannak gyerekét, nem, nem tudok ezzel példálozni, mert, mert nekem nincs gyerekem, de az őszövő léve például ő is azt mondja, hogy akkor tudja a legtöbbet és a legjobbat adni a gyerekeinek, hogyha az önmaga saját életét éli. Mert hogyha az önmaga saját életét éli, akkor a maximumot hozza ki magából minden téren, anyagi téren is, hogyha ezt teszi, akkor a gyerekeinek a legjobbat tudja nyújtani. Ha önmagát adja nem pedig az, hogy mit kellene adni a gyereknek, mit kellene annak a gyereknek megtanulni, akkor eh, akkor egy, egy szabadságot tud adni azoknak a gyerekeknek. Eh, legalábbis az állítása szerint. De nincs okom nem elhinni, mert hogyha tényleg a kell szócska szerint élünk, akkor, akkor tényleg valami zártat, valami olyasmit adunk át más embereknek, vagy akár a gyerenkénknek, ami amik nem mi vagyunk. Mert amikor kell valamit csinálunk, akkor a fejünkben az van, hogy nem szeretnénk azt csinálni. De nagyon nem. És hogyha ezt tanulja meg az az illető, akinek ezt átadjuk, akkor az nem egy őszinte gondolat, vagy nem egy őszinte tanítás. Nem az, amit a szívünk vágya az, hogy megtanítsuk. És már pedig ugye legtöbben reméltelag arra vágyunk, azt adjuk át, ami a szívünk vágya. Na, és nem szeretnék már nagyon húzni a, videó, a videót, a lényeg az, hogy, hogy remélhetőleg egy kicsit az elmúlt évben kaptatok valamit többet ö, részemről, ha nem, akkor nézzétek végig a gamer videókat. <laughs> és, és a másik meg az, hogy nagyon köszönöm, hogy itt voltatok velem éveken keresztül, és követtetek engem, és tényleg boldog karácsonyt nektek! köszönöm a figyelmet, következő videóig. Sziasztok!